Pénteken a 2019 és 2024 közötti ciklus utolsó testületülésére került sor a Városháza dísztermében. A képviselők többek között döntöttek arról, hogy átlagosan 10%-kal emelkednek a parkolási díjak, ugyanakkor az NFC kártyával történő napi díjmentes parkolási idő a jelenlegi 60 percről 90 percre emelkedik. Juhász László, a Válasz Független Civilek Egyesületének önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, számos napirendi pontot tárgyaltak, egyet különösen fontosnak tart. Az egyik az, hogy az utolsó technikai akadály elhárult arról, hogy a Bakony utcai bekötőútnak, átkötőútnak a beruházása hamarosan elindulhasson. Hozzáteszem, rögtön ez még ugye évek, mire ott látni fogjuk az utat, de eddig, amik voltak technikai akadályok, azok közül az utolsó is elhárult a mostani közgyűlési döntésünkkel, és ez nagyon nagyban befolyásolja a Fehérvár jó részének az életét, hogy üdvözlöm ezt a döntést, úgy, ahogy az elmúlt bő fél évtizedben mindig támogattam, most is támogattam, hogy elindulhasson a Bakony utcai átkötőnek a fejlesztése. Juhász László a sajtótájékoztató végén köszönetét fejezte ki a székesfehérváriaknak, hogy az elmúlt 5,5 évben bizalmat szavaztak neki és csapatának.